A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, a Fehérvári Beszélgetések című műsorunkat látják. Mai vendégem Vakler Lajos kollégám, akivel a legújabb filmjéről, egy filmsorozat és fotósorozat, fotókönyvsorozatnak a részéről fogunk beszélgetni. Szeretettel köszöntök, és örülök, hogy újra ebben a felállásban ülhetünk, hogy én vagyok itt, és nem ott. Szia, Szilvi, szervusz. Mert pont a kedves nézőknek is elmesélem, hogy azért elég sokszor fordul elő az, hogy mi a Lajossal beszélgetünk, hol én vagyok a vendég, hol ő a vendég, és ennek ugye az az apropója, hogy nagyon sok mindent csinálunk. De hát Lajos főleg, aki ugye, mint tudjuk, nagyon sok könyvet ír, filmeket forgat, és most egy legújabb filmjéről fogunk beszélgetni. Mindenképpen kanyarodjunk vissza egy kicsit az előzményekhez, hiszen a mostani filmnek azért van kettő előzménye is, igen. És gondolom, hogy lesz folytatás is. Igen, hát az eredeti szándékom mintegy 4 éve az volt szándékunk, hogy a Fehérvár televíziós stábjával, illetve Simon Erikával, fotóriporterrel, aki ugye a feleségem, egy fotókönyvben szeretnénk az egykori Magyarország különböző területeit meglátogatni, és azokat a magyar emlékeket rögzíteni, amelyek még előttünk állnak. Tehát az első terv az volt, hogy Felvidék, Délvidék, Kárpátalja és így tovább. Aztán nem így történt, mert hogy az első film az a Szent István emlékek Rómában, az annak köszönhető, hogy gyakorta voltunk Róma vendégei, és a Római Magyar Akadémián megismerkedtünk számtalan kiváló magyar történésszel, egyházi személyiséggel, és kiderült, hogy Rómában Róma nem csak azokból a különböző ókori épületekből áll, amelyet előszeretettel látogatnak a turisták, hanem nagyon is sok magyar emlék van. Így jött először a Szent István emlékek Rómában, amelynek Preszter Elmér volt az operatőre, és én azt gondolom, hogy az meghatározta, hogy akkor most már induljunk el. És elindultunk arra az útra, ami én eredetileg elterveztem, ez volt a Kárpát-medencei magyarság kérdése. És hát értelemszerűen az első az Párciumtól Székelyföldig, tehát Erdély, ha úgy tetszik, mégpedig azért, mert Székelyföld szerelmesei vagyunk mindnyájan, ott már Megyeri Zolival, hiszen a székelyföldi Varga Sándor verstáborban, illetve Csiki versünnepen is zsűrizem, és azért gyakorta jártunk ott, és kiderült, hogy Szent Lászlót, Isten, én azt gondolom, hogy istenként tisztelik, és jószerivel valamennyi egyházi közösség, mert ugye Székelyföldről, Erdélyről tudni kell, hogy nem csak református és katolikus közösségek vannak, hanem unitáriusok, evangélikusok bőségesen, és jószerivel valamennyi templom tele van Szent László az egykori kerjési csata történeteivel, freskók szempontjából. Tehát ez volt a második film. És itt voltak kapcsolatok, na, de most ahogyan jött a képbe a horvátországi utatok? Horvátország úgy jött képbe, hogy az első körben én Kárpátaljára szerettem volna menni, és bírtam Varga Tamás országgyűlési képviselő úr, akkor még külügyi államtitkár ígéretét, hogy sikerül majd oda elmennünk, és közben kitört az orosz-ukrán háború. És nyilvánvaló, hogy ez lehetetlen vállalkozás volt, és több másokból a következő célunk Felvidék volt, Pozsony-Kassa, fantasztikus lett volna, nem tettem még le róla. Ott szintén különböző olyan okok miatt, amelyeket itt most nem szeretnék részletezni, de tehát tőlünk független okok miatt ezt nem sikerült megvalósítani. És hát Délvidék meg mindenképpen szerepelt. És továbbra is szerepel, mert hogy ugye most nem Délvidékre mentünk, tehát közvetlenül a magyar határ menti településeket szerettük volna meglátogatni, hanem kiderült, hogy Dalmáciában fantasztikus lehetőségünk nyílik, mert Dubrovnik és azon a vonalon, tehát a tengerparti vonalon rengeteg olyan magyar emlék
van most is, amely egészen kifejezetten, én azt gondolom, hogy a horvát hatóságoknak és műemlékvédelemnek köszönhetően egyszerűen csoda, hogy milyen karban tartják őket, és mennyire nagy becsben. Na de hogy bukkantál ezeknek a nyomára? Hát Horvátországban már jártunk. Úgy gondolom, hogy nagyon sokan voltak, és én kíváncsi voltam arra, hogy ha már egyszer 1918-ig ugye Magyar-Horvát Királyság létezett évszázadokon át, és a történelem tanulmányaimból azért tudtam, hogy Szent Istvántól, Szent Lászlón át Nagy Lajos, II. András, IV. Béla, Könyves Kálmán, tehát jószerivel valamennyi nagy királyunk nagybecsben tartotta ezt a kapcsolatot, és ez fordítva is igaz volt, hogy ugyan mit őriztek meg ők ott. És elkezdtem bújni a könyveket, és kiderült, hogy csodákat lehet látni. Nos, hát és ilyenkor jön be a gazdasági válság természetesen, mert hogy én ezt már jóval korábbra terveztük, mert a forgatókönyvem már megvolt, amit aztán sikerült megvalósítanunk, viszont ugye ez pénzkérdés is elsősorban. És itt jött be megint Varga Tamás, aki most már ugye a honvédelmi miniszter helyettes, de országgyűlési képviselőként segítőkezet nyújtott, és mellénk állt a Külgazdasági és Külügyminisztérium, ami nagy segítség volt. Tehát az ő segítségüknek és nagyon sok mindenki másnak köszönhetően, nyilván erről még majd esik szó, sikerült elindulni. Az alap, hogy hova menjünk. Nyilvánvaló, hogy én azt gondolom, hogy Dubrovnik mindenkinek beköszön, hiszen Dubrovnik egy csoda. De az, hogy ennyi magyar emlék van, azt soha nem gondoltam volna. Splitről például tudtam, Trogir Klissza az úgy jött be, hogy Dubrovnikhoz, illetve spliti történetekhez kapcsolódóan. Novigrád adta magát értelemszerűen, hiszen Dalmácia fővárosa volt hosszú-hosszú ideig, tehát az természetes volt, és magyar város, ha úgy tetszik. És hát Biográd pedig Székesfehérvár testvérvárosa. No, úgyhogy ezt az utat választottuk. És akkor ebben ugye voltak neked segítőid, akik tudtak abban segíteni, hogy milyen emlékeket hol találtok? Igen, a segítség az egyértelmű volt, hiszen Püspök Atya, tehát Spány Antal megyés püspök remek kapcsolatot ápol a dubrovniki, zadari és spliti püspökkel, érsekkel, és ők adták meg az engedélyeket ahhoz, hogy eljussunk olyan helyekre, mint adott esetben régebben Rómában, amit a köznapi ember nem láthat. Viszont ők nagy becsben tartják, tehát különböző engedélyek kellettek ahhoz, hogy mi oda is betekinthessünk. Uh-huh. Mik voltak ezek az emlékek, amiket majd a filmen látni fogunk? Tehát Dubrovnikban, Splitben, Zadarban, mondom. Zadar egyébként azért is fontos, most csak ez egy mellékszál, hiszen a Telihold éjszakáján már jártunk Zadarban talán 11 néhány éve, mint Fehérvár Televízió, és én akkor is voltam egy olyan templomban, amit aztán meg is örökítettünk mellékszálként akkor még. Igen, tehát amikor, ahogy elkezdtem, tehát a Horvát-Magyar Királyság része volt. Dalmácia viszont köztársaság volt. És Dalmácia, mivel tengerparti köztársaság volt, jelentős hajóállománnyal, és hát nyilvánvaló az Adriai tenger okán, ez fontos volt mindenkinek, folyamatosan harcok dúltak. És mi azért tudtunk jóban lenni már, mint a Magyar-Horvát Királyság Dalmáciával, mert folyamatosan segítséget nyújtottunk nekik, nem akartuk bekebelezni, ha úgy tetszik, hanem mindig védtük őket, ugye ott volt török, tatár, minden. Ugyanúgy hát arra felé jöttek, akik 1241-ben elértek hozzánk is. És ezért megnéztük, tehát azok a nagy királyaink mindenképpen kapcsolódtak ezekhez a településekhez. Tehát például tehát Dubrovnikban, Splitben fantasztikus történetek vannak, és nagyon nagy becsben tartják, ugye ezt már mondtam, de külön kiállító terekben van. Tehát ilyenek vannak, hogy Szent László lábszár erekéje, aztán Szent István fog erekéje, amelyeket nagyon-nagyon kevesen láthatnak. Különböző szőttesek, amelyeket ugye Klisszáról, most itt kapkodva mondom, de Split mellett van Klissza, ugye. Arról azt kell tudni, hogy az egy vár volt, és IV. Béla
oda küldte, mikor a tatárok támadása volt, és Második András is oda küldte a feleségét, Erzsébet királynőt, királynét és a gyermekeit. És ugye ők ott haltak meg Pestisben sajnos. Tehát ezeket az emlékeket szerettük volna mi személyesen látni. Nyilván ott csak egy emléktábla őrzi ezeket, viszont mondom, a horvátok olyan nagy becsben tartják, hogy folyamatosan fejlesztik is ezeket az épületeket. Tehát minden tökéletes. Hát igen, mondjuk szerintem ez egy nagyon nagyszerű dolog, hogy ti, mások számára egy-egy dolog van, ami mondjuk egy magyar emlék itt-ottam, de hogy ti ezt így összegyűjtöttétek, és ezt nekünk át tudjátok adni, ez fantasztikus. Egy picit mesélj a forgatásokról, hogy kell elképzelni. Ugye azért egy időt ott töltöttetek, és akkor városról városra, vagy településről településre mentetek. Hogy néztek ki ezek a forgatási napok? Meg hát ugye nem csak forgatás volt, hanem fotózás is. Igen, reggeltől estig. Tehát ez azt kell tudni, hogy amikor megjelenünk egy helyszínen, akkor pontosnak kell lenni. Tehát, de ez egyébként is természetes, nem csak a mi létünkben, hiszen tudom, hogy te is pontos vagy mindig. És addig kell csinálni, amíg lehetőségünk nyílik rá. Tehát nem lehet elmismásolni. Feszített munka kell naponta, 5-6-8-10 óra, ha úgy adódik. Ez az alap. Arról nem beszélve, hogy készülnek ránk. Tehát szívesen látott vendégek vagyunk, ami azt jelenti, hogy felkészülten kell oda menni. Tudni kell, hogy mit szeretnénk egy templomon. Mert nyilvánvaló, hogy most csak mondok egy példát, hogy Novigrádban egy Erzsébet királyné által maga hímzett miseruhának a részletét csináltuk meg. De ahhoz, hogy ezt megértse, hogy ez milyen, mennyire fontos az emberfia, ahhoz Novigrádot is ismerni kell. Tehát azt a települést, amely otthont adott ennek, és ez már egy külön feladat. Akkor ez már szerintem. Igazából ez egy utikalauz is, ha ez utikalauz, de nem utifilm semmiképpen sem. Mert a fókuszban mindig az a tárgyi emlék van, azok a tárgyi emlékek, amelyek a magyarság ott létét megerősítik mindannyiunknak. Tehát semmi önzés nincs ebben, tulajdonképpen azért kell reggeltől estig dolgozni, tetszik, nem tetszik nekünk, hogy ez nem egy kirándulás, hanem az étkezéseken túl és a pihenésen túl minden egyes pillanat a munkáról szól. És ez hány napot, hetet ölelt fel? Hát ez 7 napot pontosan, tehát azért kellett reggeltől estig tennünk, mert azért ugye szeptemberben mentünk, pontosan azért, hogy ne legyen az az óriási nagy kavalkád, ami ezekben a városokban is jellemző a nyári időszakban, de hát nem kerültük el, mert elképesztő mennyiségű turista van, ami azért bizonyos értelemben nekünk is megnehezíti a munkát, hiszen azokat az embereket, akiket a segítőink kijelöltek, hogy tájékoztassanak, interjút adjanak azokban a templomokban, ahol egyébként is van idegenforgalom, tehát ott meg kell választani az időt. És azt nem mi választjuk meg sohasem, hanem ők. Volt ugye ennek egy utómunkálati része is, akkor említsük meg a kiváló vágó kollégánkat is. Hiszen... Így van, tehát mint eddig is, Szent Miklósi Dávid a vágó, természetesen, ugye Megyeri Zoli volt az operatőr, remek munkát végzett, Dávid pedig nem különben. Ez egy kicsit nehezebb volt, mert a helyzet az, hogy ugye 7 fejezetből áll ez az egész történet, és van eleje és vége értelemszerűen. És hát a film eleje az mindig a hagyományokhoz hűen egy Mistral dal, amelyet Heitzinger Mika és Pusztai Gábor készít, és azt kell úgy felruházni, azt a dalt olyan képekkel, ami aztán visszaadja azt az alapot, hogy na most elkezdtük nézni, most már ez biztos, hogy megnézem címszó alatt, és hát ezúttal is így történt. Miért pont ők egyébként? Azért, mert a Mika vonzódik a határon túli magyarság kérdésköréhez, és ráadásul ilyen értelemben történészként sem utolsó, tehát ott van a élen, és maga az a hangvétel, amit ők használnak a Mistral együttesen belül is, az predesztinálja őket arra, hogy ezeket a rég elmúlt koroknak a zenéjét egy kicsit megidézze szövegben. És ehhez hozzátartozik Osztrogonácz Miklós költőbarátom szövege is,
mert ő meg ebben nagyon jó. És arra a szövegre épül a zene, és az egész, tehát az a felütése a filmeknek. Uh-huh. Volt azért más közreműködő is, színművészeinket említsük meg. Hát nagyon fontos, hogy visszatérő vendégként Mihály Győző, az mindig ő az örök megszólalónk, hiszen narrátorként egy fantasztikus hangszínnel rendelkezik, ráadásul értő, gondoskodó, szeretettel és tisztelettel csinálja ezt. Mondom, ennél több nem kell, mert azért valljuk meg, hogy ez nem a történészeknek, és nem a történészeknek készül. Ez a köznapi embernek is érthető módon el kell mondani, magyarázni, hogy ez ott micsoda, és mi történt. Mert nyilván egy történész egészen más szövegszerkezetben tudja ugyanazt a történést leírni, mert az más. Mi viszont a közönségnek készítjük a filmet, nyilvánvaló, hogy azért vannak nagyon-nagyon fontos kritériumai, annál is inkább, hiszen ahogy mondtam, azért a külgazdaság és külügyminisztérium bizalmával nem lehet visszaélni. Tehát a bulvárt kerüljük mindenféle értelemben, tehát a Győző az tökéletes választás, az interjúkat pedig Sarádi Zsolt. Már csak azért is, mert ugye megszokhattuk, hogy mások is megszólalnak, de itt olyan hangsúlyos szereplők voltak, akikhez illett a Sarádi Zsolt hangszíne is, meg maga a történés. No, beszéljünk az utóéletéről a filmnek, hiszen ugye elkészült, azt már tudjuk. Éjjel-nappal vágtuk, tehát úgy tudott elkészülni. Ez egy kicsit bonyolultabb, mint eddig, mert hogy számtalan kritériumnak kell megfelelni, amit már mondtam, tehát nyilvánvaló, hogy ezt a külügyminisztériumban fogják elbírálni, hogy milyen szempontrendszer szerint azt nem igazán tudom, de hát nincs kétségem felőle, hogy jó, mert végül is sokat dolgoztunk vele. Hát olyan, mint egy 80-100 órát vágtuk. Az nem kevés. Az nem kevés, így van. És minden apró részlete. Tehát itt ugye ez a film több 40 perc tájékán van, és hát minden egyes másodpercet meg kell becsülni ebben az értelemben, mert mondom, a képek nagyon jók, és ugyanez a munka folyt egyébként, ahogy láttam a fotókönyvvel, ami elkészült időközben, mert hogy a fotókönyv is hozzátartozik ehhez a projekthez, szerves része. Ez hogy néz ki, hogy kell elképzelni? 32 oldalas színes fotókönyv, amelynek a belső tartalmát nyilván a fotók adják, de hát azért azt tudni kell, hogy azokon a fotókon pontosan mi szerepel, tehát a leíró részt azt én jegyzem, és Simon Erika képei természetesen. Uh-huh. És ott nyilvánvaló, hogy ott is el kell mondanunk, hogy kik szerepelnek, és mi szerepel pontosan. Tehát itt egyetlen egy hiba sem engedhető meg. Tehát nem lehet benne elírás, és mindennek hajszál pontosan a történelemkönyvek alapján kell bekerülnie, olvasmányos formában, bulvár nélkül természetesen. Ugye már itt helyben is egy ellenőrzést kapott, ha jól tudom. Így van. Tehát ezt már megnézték, tehát rendben van. Látták, rendben van, elkerült a külügyminisztériumhoz, vagy elkerül, és ezek után mi fog történni? Arra hát, gondolok, hogy ugye ezt a filmet azért be kell. Igen, tudni. Hát polgármester úrral beszéltem erről, és természetesen a Városháza dísztermében lesz a bemutató, de azt szívesen látunk mindenkit, mert hogy ugye készült az idén nem DVD készült, hanem pendrive-ra tettük ki. Hát ez a 21. század, én nem tudom, hogy ez most így jó vagy sem. Nekem a DVD is megfelelt, de most ez úgy alakult, hogy pendrive-on lesz majd a közönség elé tárva. És hát majd meglátjuk nyilvánvaló. Most egyelőre várjuk a külügyminisztérium visszajelzését, és akkor a közeljövőben a Városházán. És ugye a tervben az van, hogy úgy szélesebb körben is bemutassuk, ami azt jelenti, hogy nyilván lesz bemutató a Szent István Művelődési Házban, aztán iskolákban, könyvtárakban. Folytatásról beszélhetünk-e? Én nagyon-nagyon szeretném, de az igazság az, hogy ennyire... Tehát a Kárpátalja volt az én álmom. Aztán
Egyszer elkísértük Varga Tamást még honvédelmi miniszter helyettesként segélyszállítmánnyal, és kiderült, hogy borzalmas állapotok vannak a határmenti ukrán, tehát Ukrajnában, Kárpátalján a magyar településeken, tehát aznak az esélye egyelő a nullával. Most a mostanság, így van. A másik pedig, hogy olyan híreket kaptunk, hogy Szlovákiában, tehát Felvidéken sem nagyon szívesen látnának bennünket mostanság. Tehát ez a háborús helyzet, ez gyakorlatilag mindent megakadályozott mindez idáig. Én bízom benne, mert hogy nem szeretnék, mint semmit nem szeretnék félbehagyni, hogy ezt majd sikerül megoldanunk, hogy mikor és hogyan, azt nem tudom. De mondom, nem tettem le róla, hiszen a délvidék már itt van előttem, hogy Újvidéken, Szabadkán, stb., hogy hogyan, miként lehet ezt megcsinálni. Hát egyelőre most itt tartunk. Most egyelőre bízom abban, hogy mielőbb a nézők előkerülhet a film, aztán hajrá. Pihenünk egy kicsit, és akkor gondolkodunk újra. Én pedig biztos vagyok benne, hogy ezt meg fogjátok tudni oldani, ha nem most, akkor egy kicsi idő elteltével. Én szívből gratulálok ehhez a filmhez, nagyon kíváncsian várjuk. Köszönöm és szépen. Hát szerintem nem sokára ugyanígyben a felállásban biztosan fogunk még beszélgetni. Csak akkor én ülök ott. Meglátjuk. Rendben, történjék így. Köszönöm szépen. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük. Vakler Lajos kollégámmal beszélgettem, ez volt a Fehérvári Beszélgetések. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.